látszik, hogy ez a sétaösvény a menekültek egyik útvonala lett a szerb-magyar határ felé. A legfontosabbat nem hoztam magammal. Itt vagyok egy csepp víz nélkül. Itt naponta minimum 20 autóbusz önti ki az utasait ebben a faluban. És ott van egy terület, ahol állt akkor, amikor én odaértem, kb. 300 ember, és velük szemben 4 macedón rendőr próbálta őket 20-as, 30-as csoportokba szervezni, és ezeket a 20-as, 30-as csoportokat engedték át a rendőrök a zöld határon, ha megmutatták nekik az utat, hogy arra van a földút, egyenesen arra kell menni, és az Macedónia. Megkérdezte tőlem, hogy milyen zenét szeretek, és hát én mondtam ott egy-két együttes, és hogy és a német, és hogy a német heavy metallal mi hogy arról mi a véleményem. És akkor a német heavy metalról beszéltünk, a koszos, összeszemetelt Tiszaparton 80 menekült el körbevéve.